Most is egy fontos gyakorlati dologról fogok beszélni nektek. Egy olyan dologról, ami nem lesz új, viszont bővülni fog a látásunk a témát illetően, és egy kicsit tisztulni is, és ez már nagy-nagy nyereség az úrban. Abban az időben élünk most már, ahogy jól tudjátok, mindnyájan, amikor nagyon résen kell lenni a hívő embereknek. Mert közel van az Isten országa, pontosítva, közel van az Úr visszajövetelének a napja. Az ő napja, amit a Biblia az Úr napjaként ír le, tudjátok, nem egy nap lesz, hanem egy időszak lesz, de rövid időszak, amin keresztül végbe fog menni az arra az időszakra Istennél elkészített terv, isteni terv. Tehát nem egy napról van szó. Akkor tömören nagyon sok dolog, végső dolog fog végbe menni abban a rövid korszakban, az Úr napja idején, és ezzel le fog zárulni az üdv történelem, vagy történet egy nagy része. Talán a legnagyobb része. Nos, ebben a témában működő dologról fogok beszélni, ami tehát, ahogy mondtam, nagyon aktuális, és nagyon fontos, és nagyon sürgős, hogy ezek elhangozzanak, és még sürgősebb az, hogy ezekre rá is álljon minden hívő, akiben ott van természetesen az igazság szeretete, az Úr jelenlétével együtt. Tehát minél hamarabb ráállni ezekre, és átvenni ezekből a tanításokból azt, ami rá tartozik az illetőre. Mert nem véletlen hangsúlyozzuk sokszor, hogy tökéletesnek kell lennünk, amikor az Úr előtt meg kell állni az ítélet napján. Ott nem lesz mese. És ennek ellenére, hogy a tökéletességen dolgozzon az egyház, és vezesse rá tanítván a népét, ez ehelyett csak vigasztalják őket, és egészen másképp értelmezik a tökéletességet, mint ahogy kellene, és így megmaradnak a hívők a szokott állapotukban. Semmi nem fognak előre haladni, és ha ezt nem élik át, már pedig nem élik át, kivéve ugye egy minimális részét a hívő világnak, és nincs előrehaladás, akkor hogyan tudnának eljutni abba a szellemi állapotba, hogy olyan szentséget lásson náluk az Úr, amilyenre szüksége van az Úrnak ahhoz, hogy elvigye őket. Na, mit szóltok ehhez? Ugye, hogy nagyon fontos dolog, hogy nem lehet róla eleget beszélni. Hát erről van szó. Most is megerősítem az eddig elhangzott dolgokat egy bizonyos témában, és még rendszerezem is, amennyire tudom, és amennyire az Úr megadta nekem, és úgy fogom nektek átadni. Szolgálatom címe, hogyan juthat be Isten királyságába? Két lépésről fogok nektek beszélni, és két útról. Ugyanakkor két kapuról is. Kettő, és nem több. Az első lépéskor
találkozol egy kapuval. Szinte, mintha eléd állna az a kapu. És ezt mindenki átéli, aki befogadja Krisztust a szívébe. És most olvassuk is el, hogy miről van szó a Máté 7-ből 13-tól 14-ig. Tehát Máté 7, 13-tól 14-ig. Így hangzik az ige. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem ismeretlen ige, ez mindenki előtt ismert ige, aki olvasta és olvassa a Bibliát. Én sokan beszéltek már erről, magam is sok szolgálatot hallottam, sok szolgálatnak voltam tanulja erről a témáról. A pásztorok, prédikátorok, tanítók egyik kedvenc témája ez. Ez a téma. Nagyon szívesen beszélnek róla is, és nagyon, nagyon szépen általában. De mit láthatunk a valóságban? Azt láthatjuk a valóságban a hívők életében, a gyülekezetek életében, hogy mintha ezeknek a szolgálatoknak, tanításoknak semmi hasznuk nem lett volna az életükre. Mert továbbra is egy helyben maradnak. Továbbra se tudják felfogni se igazán azt, hogy ez milyen fontos ige a Bibliában, és mennyire komolyan kellene venni, és belevenni a mélységeibe, mert ott vannak bizonyos, csodálatos, életbe vágóan fontos titkok elrejtve. Nos, ezekről a titkokról soha egyetlen ilyen szolgálatban nem hallottam még. Na ezért hiába szolgálnak a Biblia különféle igéből, meg a legfontosabbakból és kevésbé fontosnak tűnőkből is, és jól a fogalmazásomat, mert minden fontos egyébként, ami a Bibliában van. Egyszerűen nem értik. És nincs hasznukra, mondom, hiába előhozzák a komoly igéket is a vezetők. De nem lehet a gyülekezet hasznára úgy, ahogy azt Isten szánta az ő népének. Miért? Amit az előbb mondtam, és már számtalanszor más szolgálataimban is. Egyszerűen nem mennek tovább a megtérésnél, illetve az újjászületésnél, ott megállnak, és a köré az állapot köré, és az azból az állapotból származó tapasztalataik, gyakorlati tapasztalataik, tehát amiket átéltek addig, köré építik a saját teológiai rendszereket. És elnevezik magukat ilyen gyülekezetnek, olyan egyháznak, emilyen egyháznak, és ezer számra gyűlnek a gyülekezeti nevek a világban. Magyarországon már körülbelül 1400 bejegyzett egyház van, keresztény egyház, Amerikában ne is mondjuk, és az egész világon jobban nem is említjük. Nos, testvére, ez nem így kellene, hogy működjön. Természetesen tudjuk mindnyájan. Tehát ezek azok a késleltető és fékező dolgok, amelyek megállították a gyülekezeteket és egy helyben topognak, és állandóan azokat nyalogatják, ami már a fagylaltos törzsében egyébként megromlott, mert már nagyon régi, de még mindig nyalogatják, mivel a törzsér ott van a kezükbe, és nyitva van, de semmi nem jön bele.
mint akik tátogatják a szájukat, hogy a sült kalap repüljön bele, és mégse repül bele. Már évekig tátogatják, még mindig kiukad a gyomruk az éhségtől. Sehol egy sült kalap. Na látod, így vannak a gyülekezetek is. Nem vádolom őket, vannak, akik azt mondják rám, gondolom, hogy ez mindig a gyülekezeteket vádolja, meg minket, hívőket, meg egyebeket. Én nem vádolom. Téged az ige vádol. Ha ezt mondod rólam és a hasonló testvéreinkről, téged maga az írás vádol, nem mi. Csak mivel nem szereted Isten igéjét, ahhoz, hogy meg is ismert, és ahhoz, hogy a szerint is élj, ezért jön a mentőakció. Ez az ember vádol. Elítél bennünket, megítél, stb. Stb. Ez egy mentőakció, testvérem, amit a gonosz indít be a javadra, hogy megvédjen téged az igazságtól. És lepecsételjen magának, hogy soha nem mozdulj előre, mindig csak abban az egy helyben állj. Na, ezek történnek napjainkban. Megyünk előre most már, tehát beszélek nektek az első lépésről. Újra mondom a címet, hogy eszetekbe jusson, hogyan juthatsz be Isten királyságába. Első lépés, két kapu, amely előtt mindenki megáll, az életében egyszer, vagy épp a halálában. A halálodban, amikor a pokol kapuja előtt állsz, csak a halálod pillanatában, vagy azután kicsivel állhatsz meg a pokol kapuja előtt, de ott már senki nem segíthet rajtad, az örök kárhozat vár rád. A másik kapu előtt pedig megállhatsz, amikor Krisztus Jézus, mint a te megváltód és urad és mester előtt kitárt szívvel megállsz. Mit mondott Jézus? Én vagyok a kapu, igaz? És azt is mondta, hogy én vagyok az út. Megállsz a kapu előtt, belépsz, ekkorra, amikor átlépted, már az úré is lettél, és azonnal megnyílik előtted egy út. Tehát egy út nyílik meg előtted. Nézzük meg, mit mond az ige. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Kapu és út együtt. Nem lehet másképp. Ha csak kapu van, akkor belépsz, és egyből lezuhansz a szakadékba, mert nincs semmi előtte. Tehát ez így nem működik. Akkor milyen urat választottál magadnak? Meg kellett volna gondolnod akkor a megtérést. Na, ott van az út. Amire ha rálépsz, és elindulsz rajta, és nem állsz meg soha, és mindvégig igazságosan küzdöl, mint egy versenyző, egy sportoló, mindvégig a törvény alapján, törvényesség szerint küzd, és úgy jut be elsőnek a célba, azt elismerik. A szakértői bizottság elismeri, és megkapja a díjat. Na, ugyanígy működik a hívő ember életében is. Rálépsz az útra, elindulsz, és ahogy Pál apostol mondta, ez egy versenyfutó pálya a hívő élet, megtérésedtől kezdve, amit csak élsz. Elindulsz a versenypályán, és aki mindvégig állhatatos marad, mindvégig szabályosan küzdve, az bejut a célba. A cél pedig az Úr királysága, testvére. Tehát megindulsz a kapu mögött, az oda helyezett keskeny uton, aminek a vége a célállomás, a mely Isten királysága.
Isten országának van fordítva a Károli Bibliából, de én a másik Bibliát is elővettem, összehasonlítottam, ott Isten királyságáról van szó, és az jobban tükrözi a mennyi királyságát, az a fordítás. Isten országa, hát az, vannak olyan országok is, hogy egy löty királyuk van, nem igazi. Tehát ilyen gondolat is lehet Isten országával kapcsolatban, olyan is, de Isten királysága. Egyértelműen azt mutatja, hogy a legfelső hatalom ül a trónon, és az ő királyságáról van. Szóval azért mondom, hogy nem mindegy, hogy van egy Biblia lefordítva, vagy arra, vagy bármilyen nyelven. Nos, testvérem, belépsz az első kapun, mikor lépsz, amikor megtérsz, a széles kapulóban mosszó. Nem. Belépsz az első kapun, és rálépsz a kaputól kezdődő széles útra, amikor megszülettél. Sőt, mélyebbre megyek, bátorkodok mélyebbre menni, amikor megfogantál apád és anyád által. Már ott van a te életedben, ami befogadott a te anyád szervezete, már ott van benne a te életed. Onnattól kezdve Isten, onnattól kezdve számítja a dolgokat. Mert Isten előtt nincs semmi figyelmen kívül hagyva, de az emberek azt mondja, jaj, hát amikor megszületik a gyerek, onnattól kezdve, nem, nem, nem. Akkor miben a köztes idővel? Az nem számít? Na Istennek az a köztes idő is mi? Foganás, terhesség, viselőség, szülés, mindent. Istennek ez is számít. Számon tart mindent. Nos, testvérem! Felolvastuk a Máté 7-ből a 13-14 verseket, amiben ott van a két kapu, a két úttal együtt, és az első kapu, amely a széles útra nyílik. Ez az osztály része mindaddig az embereknek, legyen az bárki, nincs kivétel, míg Krisztust az életükben nem fogadják, mint személyes megváltójukat, és újjá nem születnek Krisztusban. Nos, addig a széles úton vannak tartva, ha akarják, ha nem. De rendszerint akarni szokták az emberek, először is azért, mert nem ismerik a másik utat, a keskeny utat, amely az életbe visz, amely egészen az Isten királyságáig fog téged vinni, nem ismerik, meg nem is érdekli őket. Egyszerűen ezek legnagyobb részük tipikus Isten tagadók. Egy kisebb részük szabályszerűen Isten káromlók is. Nos, és különféle eszméket, ideológiákat gyártanak azért, hogy az állapotukat igazolják, hogy az jó, úgy van jó, és nem kell változtatni, és Istenre nincs szükségük, nem akarnak olyan buták lenni, meg naívok, mert ezt mondják, ha valaki hisz, ez buta, meg olyan komor, lesz olyan magányos, olyan csendes, hideg lesz, ha Isten szolgálja, ez nem jó élet, stb. Vidámnak kell lenni, ahogy múltkor is beszéltünk róla. Ezek tévelyeknek, ezért nem értik az Isten útjaira tartozó dolgokat. És ezért maradnak azon az úton. És mivel megszokták, sőt, beleszülettek. És már a szüleiknél is a neveltetésük folytán. A keskeny út dolgait látják, és a szüleik ezen vezetik tudatosan is őket a nevelési folyamat alatt, ezért beléjük rögződik a széles útnak a világa. A bűnös világ. Az egocentrikus világ. Tehát az egónak a világja. Ami az ego, ami ugye önzést jelent. Tehát a széles út az önzésnek a világa. Az ember, minden ember erre
épül, és ebbe gyökeresedik az élete bele gondolkodásával, érzelmi világával, indulataival együtt. Nos, testvérem, mindez, amit az a széles út tartalmaz, ez mind a kívánság világába tartozik. Kívánsz valamit, és ha nem kapod meg, háborút indítasz. Mindegy, egy személyes háború, vagy egy ország miniszterelnöke vagy, és egy országot viszel háborúba, mindegy, de háborút csinálsz magad körül. És ha még mindig nem kapod meg, még az is lehet, hogy beleőrülsz. Nézd, csak egyre többen vannak a rehabilitációkon, különféle kórházakban, elvesztik az agyukat, elméjüket, megzavarodnak. És ennek az állapotnak legnagyobb részben az önzés ereje az oka. Az önzésben való élet alakította náluk ki ezeket a mondjuk úgy betegségeket. Valójában ezek nem betegségek, csak mondjuk úgy. Nos, testvérem, hogyan van ez akkor? Megyünk tovább. Tehát ezek a maguk kívánságai szerint járnak, ahogy az ige mondja, érzékiek és az önzés hatalma irányítja őket. Nézzünk meg két verset a Judás írásából. Judás levele. Itt van. Judás levele. 18 és 19. versét olvasom nektek. Így hangzik az írás. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időkben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. Amit mondtam, a széles út emberei. Ezek csúfolódók valójában. Csak különféle moderált stílusban csúfolják a hívőket, meg azokat, akik nem úgy beszélnek, mint ők. Egymást nem tudják elfogadni. A másságot most már nem tudják elfogadni. Az önzés olyan erősen meggyökeresedett bennük, hogy semmit nem tudnak elfogadni, befogadni, elhinni vagy elfogadni, ami nem úgy hangzik, ahogy ők gondolják. Nos, mondom tovább. Tehát az ő istentelen kívánságai szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, kikben nincsen szentlélek. A kereszténység egy bizonyos részét is nyugodtan ebbe a kategóriájába gondolhatjátok, gondolhatjuk. Csak egy kicsit szelidebb változatban. Ennyi az egész. Ha keresztényel beszélsz, és már be van zárva a lelke, a tudata, minden, az akarata meggyengült, minden, és csak az önzés látod nála, nyugodtan gondolhatod, tudhatod, hogy visszament a széles útra, ő is ott van a többiekkel, csak azt tartja magából ott keresztény, mert Jézus a cselekedeteket nézi, és azt tartja számon, nem a te hitedet. Nézd csak, hányféle hitről beszélnek az emberek. Higgyél magadba, meg higgyél ebben, meg abban. Hát én egybe hiszek. Egy valakiben pontosabban, ez pedig a názáreti Jézus. Ezt a hitet tudom csak jónak ítélni, hasznosnak ítélni, és igazi hitnek ítélni. De nekik már mindegy, miben csak higgyünk valamiben. És akkor azt hiszik, hogy most már ők kiállhatnak a világ elé, mint nagy hívők. És el is hiszik magukról. De amikor azt mondod neki, hát ne magadba hitt, meg ne abba a híres emberbe, hanem az Istenbe, na akkor jön a gúnyolódás. Csak azt látod rajtuk,
időnként, nem mindenként, de sokakon, hogy olyan belső, gúnyoros, nagyképű, lenéző, rejtett mosoly jelenik meg a képükön veled szemben. Némelyik még ki is fejezik, de legtöbben visszatartja. Ezek, ahogy az ige mondta és felolvasta, gúnyolódók. Ezek a gúnyolódók. Nos, testvéreim, menjünk tovább. Ezeket az önzés hatalma irányítja, és azért van az a világi, főleg a világi embereknél, hogy Isten tagadókká váltak, és válnak folyamatosan egyre jobban, egyre többen, hogy ők jussanak hatalomra. Hát ez jön, mint tanítás, az önzés tanításaiból. Ezt kapják. Erre tanítja az önzésük őket, hogy hatalom, hatalom, semmi más, nehogy megalázkodjál már bárki, vagy bármi előtt, akár Isten előtt is. Te magad legyél az Isten. Nos, ez az önzés hatalma. És ezért van az, hogy most már mindenki uralkodni akar, ahogy beteljesedik, simültik, telítődik a világ, hát az emberi világ, önzéssel, úgy telítődnek tele az emberek a hatalmi vágyjal. És most nem tudnak másról gondolkodni. Mindent megtesznek, hogy az embertársuk fölé kerekedjenek, hogy uralkodjanak rajtuk. Ezért mondják azt, hogy sok pénz, mert ugye tudják, hogy a hatalmat elsősorban pénzé lehet a legkönnyebben megvenni a hatalmukat. Pénz, hatalom és képesek hazudni, lopni, csalni, becsapni, lehúzni az embereket, különösen az üzleti világra, ez most már általánosságban és egyre síralmasabb módon jellemző, egyre síralmasabb módon, most már nyíltan becsapnak és lehúznak, bármely boltba vagy a gyógyszertárba bemész, vagy bármilyen üzletbe, testvérem, bemész, mindenhol lehúznak, és nyíltan azt csinálják, csak egy példát mondok gyorsan, hogy akciót csinálnak, és kiírják a papírokra, hogy ennyiről ennyire van leakciózva az az áru. De azaz, hogy az eredeti ár, hogy mennyiről lett leakciózva, olyan magas, testvérem, hogyha még mélyebbre akciózták volna le, még akkor is nagy haszon van rajta. És ezt tudatosan csinálják. Vedd úgy, hogy ez így működik 100%-ban, szinte minden üzleti szférában. Csak egy példát mondtam el. Vagy nézd meg a gyógyszeripart, az egészségügyet. A legnagyobb, egyik legnagyobb lehúzás a gyógyszertárakban megy ellened és ellenemtest. A gyógyszertárokban. Erről ennyit. Figyeld meg! Én emlékszek rá. Évtizedekkel ezelőtt ekcémát kaptam, és hosszú ideig kellett kenegetni, időnként még most is, amikor kezdem érezni, hogy jön visszafele, mert teljesen nem múlt el. És az akkori korban ugyanazt a kenőcsöt megvettem, hát az árát összesen lehet hasonlítani a mostanival, de rendben van. Áremelkedések meg egyebek, jó, elfogadjuk. De azt már nem tudom elfogadni, az mindenképp csalás és lehúzás, hogy egy ahhoz a tubushoz képest körülbelül csak felét kapom most többszörös áron. A mennyiséget is meggyírválják tudatosan. Hallottam ezt már máskor is, másoktól is, de én meg személyesen is tapasztalom. Nos, csak a lehúzás, a kizsákmányolás, az emberek tönkretevése megy. És a kormányok meg azzal dicsekednek, hogy milyen jól bánnak a néppel, hogy halad a nép előre,
milyen boldog a nép, hogy javul, erősödik minden tekintetbe, és így tovább, és így tovább, és minden fonákul működik. És ha egy kicsit már anyagilag például megerősödött volna egy társadalom, jön egy olyan áremelkedési hullám, hogy azt az erősödést többszörösen visszaveti. És még szegényebb lettél rövid időn belül, mint voltál a javítási akció előtt. Nos, testvérem, ez a lehúzás. Ez van, ez képezi a széles utat, és ezen megy a világ legnagyobb része. Alig van egy kis hányada a világnak, az emberiségnek, akik a keskeny utat nem csak választották, hanem mennek is rajta. Sőt, azok még kevesebbek, akik járnak is rajta. Tényleg igazság által. Tényleg az isteni törvények szerint. Tehát álhatatosan megmaradnak azon az úton. Ezek a legkevesebbek. Valóban úgy van, ahogy az ige mondja, hogy csak egy kis maradék tartatik meg Istentől. Hát csak egy kis maradék követi igazán Istent. Menjünk tovább. Még egy igét fogok nektek felolvasni a széles útra vonatkozó tanításból. Tehát ezek a kívánságokra építik az életüket tudatosan, és ami ugye azt jelenti, szabályszerűen láthatjuk, hogy a széles út a kívánságok és azok megvalósításának az útja. Nézzük meg a Prédikátor 6. részt, a 7. verset, Prédikátor 6-7, így szól. Az embernek minden munkája szájáért van, mindazáltal az ő kívánsága be nem telik. Nincs vége a kívánságnak. Kívántok valamit, és ha nem kapjátok meg, háborúskodtok, mondja a Jakab levelében Pál apostol. És így tovább, és így tovább. Rengeteg igehelyet lehetne felolvasni ezzel kapcsolatban. Tehát a kívánság betöltésének az útja az éles út, amelyből soha nem lehet békesség, és nem lehet szent élet, mert a kívánság a bűnből ered, a kívánság, ami felépült bennünk, amíg ugye nem térünk Istenhez, a bűneinkből épül fel. A bűneink képezi állandóan folyamatosan a kívánságokat. És a kívánság bűnszül, tehát egy körforgásról van itt szó, amely meg nem áll soha. Ez jelképezi, fémjelzi a széles utat, amelyen a világ legnagyobb része jár. Csodálkoztok a háborúkról? Forradalmakról, tüntetések, és még sok-sok minden, ami csak a pusztulást, az ellenségeskedést építheti, és semmi jót nem generál. Csodálkoztok ezen? Hát ne csodálkozzatok. Ezeknek minden gondolatok szüntelenül csak gonosz, ahogy az ige mondja. És még egy gondolatot engedjetek meg, amit a szabadságért való örökös harcukkal bizonyítnak. És ez a szabadságharc csak egy dologról szól. Hogy minden uralkodó hatalmat lerázzanak magukról, és ők uralkodjanak az emberek. Erről szól ez a szabadságharc. Minden nap hallhatod a médiákban, hogy a szabadságról beszélnek. Magyarország is állandóan arról beszél most. Ők szabadok akarnak lenni, nem akarnak más nemzeteknek, meg nagyhatalmaknak elköteleződni. Jó, rendben van, nem rossz dolog. Amennyiben a játékszabályokat betartják. Politikai, meg egyéb játékszabályokat.
addig ez rendben van. De nem ez az igazi szabadság. Az igazi szabadság, amikor megszabadulsz a széles útról, és megtalálod a keskeny utat, amiről azt mondja a Biblia, hogy kevesen találják meg azt. De te a kevesek közé kerülsz, Isten kegyelméből. Hát ez adja neked az igazi szabadságot. Milyen lesz az a szabadság? Szabadság a bűntől. Na, mi van a szabadságok között, ami ennél értékesebb szabadság lenne? Szabadság a bűntől, megszabadulsz a bűntől, és a gyökereit is kiműti belőled a megszentelődés útján az Úr. Erről szoktam én sokat beszélni. Nos, testvérem, ez az igazi szabadság. Ezt hozta Krisztus, ezt a szabadságot. És erre a szabadságra fog eljutni 1000 év múlva az egész teremtett emberi világ. Mert ennek be kell következni, ahogy volt az Édenkertben, teljes szabadságban éltek, még nem volt bűn, a gondolatukban sem. Ugyanarra a szintre vissza kell, hogy vezesse Isten a világot. A megváltás akkor fog 100%-osan végbe menni. Mert a megváltás nem egy-két emberért, vagy nem egy-két ezer, vagy millió emberért lett elvégezve, hanem az egész világért, az egész történelemért, és mindaddig munkálkodik a megváltás ereje a Földön, amíg minden ember megtisztult a bűneitől, és visszatért Istenhez természetesen, és a gonosz és a gonoszság teljesen kitűnt, eltűnt a Földről. Akkor fog teljessé lenni a megváltás. Ennyit az első útról, kapuról. Tehát összegezve a széles út a veszedelem útja, amelyen sokan járnak. Menjünk a kettes kapuhoz. A Máté 7:14 így hangzik, amit az előbb fel is olvastam, csak most emlékezünk újra rá, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Keveset. Nagyon kevesen. Nagyon sok a megtért lélek, de nem találják meg a keskeny utat. Mert olyan megtérést biztosítottak neki, vagyis olyan megtérésre vezették el a langyos szolgálatok által, hogy egyszerűen azt se tudják, hogy mi a keskeny út, soha nem is fogják talán megtudni. Erről van itt szó, testvéreim. Nagyon kevesen vannak, akik megtalálják azt, ahogy mondta Jézus. Nos, ez az út nagyon keskeny. De aki a kapun átlép, az az élet világába lépett be, testvérem. Mert az az út, az a keskeny út maga az életútja. Egy olyan életútja, ahol már egyszerűen elsorvad a bűn, elsorvad a bűnös természetünk, kihal belőlünk a bűnről való gondolkodás, a vágyak, az indulatok, minden. Ez már nem a kívánságokról és azok hajszolásáról szólnak. Ezek a dolgok, amelyeket a keskeny úton fogod találni, hanem egészen máshol. Ez a megváltás útja. A megváltás útja, amiről az előbb beszéltem, amire az egész világnak el kell jutni. Amikor a jelenések könyve végén, pontosabban a 21. részben, azt olvasod, hogy az Úr egy rövid időre elengedte a sátánt, mert ugye 1000 évre vasláncokra van kötözve, démonaival együtt természetesen, de egy idő múlva elengedte
őt az Úr, és ő azonnal megindul, és sereget gyűjt magának, a Gógot és a Magógot összeszedi, ami ki van mutatva a földön, földrajzilag is, hogy hol vannak azok a maradékok, Góg és Magóg népének a leszármazottai. Nos, a lényeg az, hogy összegyűjti őket, és nagy erővel körülveszi a szentek városát, de nem sokáig vitézkedhet, mert az égből, ahogy az írás mondja, tűz fog leszállni, és megemészti őket. És vége az utolsó harcnak is. Több harc a világon soha nem lesz. Nos, ezzel, hogy kiiktatja őket Isten, az utolsó maradéka a gonoszságnak fog kitisztatni a földről. Mert azok a nemzetek maradványai, akiket a sátán összeszed, akik nem tudtak Istenet térni, mert nem volt bennük az a jó talaj, amely ugye meghallhatja Isten szavát, és befogadhatja az igét, és termő talajról beszélek, nem volt bennük, ezek mind valami, az emberiség valami salakjaként lesznek számon tartva, és ezeket a salak embereket, most durván hangzik, de próbáljátok jól érteni, szedi majd sátán össze. Tehát ő fogja megtisztítni a maradék salaktól is a világot, testvére. Végből leszálló tűz ezt fogja elvégezni. És onnattól kezdve áll be az a szentségi szint állapot 100%-os, ami teljessé tette, illetve fogja tenni a megváltás munkáját. Most, testvéreim, rövidre fogom és mindjárt befejezem. Ezen az úton, aki rálépett, egyszerűen nem lesz olyan lehetősége a dobzódásokra, a világi élet gyakorlására, kívánságok ajszolására, teljesítésére, mint ami van a széles úton. Itt már nem kapsz rá lehetőséget. Ha mégis csinálod, akkor vedd úgy, hogy visszaléptél a széles útra. Egyszerűen az élet útja nem tűr meg bűnt. Nem tűri a kívánságok hajszolását, mert akkor minek a megváltás? Akkor mi szerepe van az Úrnak az életünkben? Ha mégiscsak a kívánságok szerint akarunk élni, és megyünk és belemegyünk dolgokba, hajszoljuk és végül elbukunk. Most, testvérem, nagyon kemény a helyzet. Ezen az úton kevesebbek lesznek a barátaid, sőt, még a családi köreiden belül is csak kevesekkel fogsz tudni igazán szót váltani, igazi kapcsolatban lenni, igazi kapcsolatot, közösséget ápolni, csak kevesekkel. De Isten kicseréli a barátaidat. Újak. Olyan barátokat, családokat fogol kapni Istentől, akik tudják, kicsoda Isten, és tudják, hogy mi a szeretet. És tudják, mi a tisztelet és megbecsülés. És tudják, mi egy igazi, Istenben való kapcsolat, tartás és gyakorlás. És akkor fogod felismerni igazán, hogy te valóban a keskeny úton jársz, és ez a keskeny út valóban az örök élet útja, amely nem vezethet máshova, csak Isten királyságába. És ennek a tudatnak felismerésében jön a boldogság a szívedbe, testvérem, és boldog leszel, és nem akarod odaadni onnattól kezdve semmilyen más dologért, örömökért, gazdagságért, hatalomért. Látod, többször jeleztem már, én megtehettem volna már régóta,
nem egy lehetőségem volt, se nem kettő, hogy hatalmat nyerjek. Akár több vonalon is, felértve a politikai világot is. De megismertem a keskeny ajándékait, erejét, és azt mondtam, mindig azt mondtam, hogy nekem ez kell. És azt választottam mindig. Ezért hatalom nélkül maradtam. De az, hogy én a keskeny úton maradtam, és mindig az igazságot választottam, ez mégiscsak hatalmat biztosít nekem. Hát ez az én hatalmam. Az én hatalmam az élő ige, testvérem, amellyel a hitetlen világ, a keskeny út, önző emberei lelkei nem bírnak. Ez legyen a te hatalmad is, ne várjál többre. Ez a legmagasabb hatalom az emberi világban, az emberek életében, ami csak létezik. Ez a legnagyobb, legerőteljesebb, legyőzhetetlen hatalom, testvérem. Nos, hogyan juthatsz be Isten királyságába? Egy verset még felolvasnék nektek, mielőtt elmondanám, hogy hogyan juthatunk be Isten királyságába. A keskeny út, ahogy az ige mondja, a szentség útja, amit most meg is nézek, Ézsaiás könyvéből a 35. rész, 8. verse, így hangzik. És lesz ott ösvény és út, és szentség után útjának hivatik. Tisztátalan nem megy át rajta, és csak az övé az, aki ez utolján még a bolond se téved el. Hallod? Tisztátalan azon nem mehet át. Ha te mégis tisztátalanságba lépsz, téved. Azért mondtam az előbb, hogy te már a széles úton vagy, nem a keskeny úton. Mert oda nem férhet a tisztátalanság. Ott nem járkálhatnak tisztátalan lelkek. Mert az a szentség útja. Ilyen utat találtál meg Krisztusban. Ne adj fel, testvére. Semmiért ne adj fel. Nos, akkor kapjuk meg a választ. Hogyan is juthatsz be Isten királyságába? Jézus egy példázatot mondott a tanítványainak, a jó fáról és a rossz fáról. Egy kicsit menjünk bele, röviden. A Máté 7:16-20. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Eképpen minden jó, ha jó gyümölcsöt terem, a romlott, ha pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó, ha rossz gyümölcsöt, romlott, ha se teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Egy elcsépeltnek mondható ige szakaszról van szó, amiről minden gyülekezetben beszélnek, nem egyszer, se nem kétszer. És mégis állnak a gyülekezetek, ahogy az imént mondtam. Hogy van ez? Hogy előveszik az, szinte az egész Bibliát és tanítják. Mégis egy helyben állnak? Hát igen, amit mondtam. Mert nem ismerik az írást. Beszélnek róla, de nem ismerik. Úgy gondolják, követik Jézust, közben nem ismerik Jézust. A krisztusi tudomány, tehát a tudomány ajándéka, vagy egy természetesen alakult hitbeli tudomány, ami Krisztus ismeretéről szól, az sincs meg nekik. Nem ismerik az Urat igazán, ahogy kellene. És meg vannak elégedve. És megigazultak az ő saját tudományukban. És ezzel be van zárva minden hívő élet számuk. Nincs tovább. Nos, testvérem, ma már csak kevesen tudják igazolni a jófa példázatát az életükkel. Idáig jutottunk,
kevesen tudják igazolni. És miért? Fel kell tennünk a kérdést, hogy miért. Pál figyelmeztet egy bizonyos dologra, hogy a test kívánságait véghez ne vigyétek. Galata 5.16-ban. Nos, visszatértünk megint a kívánságokhoz, amelyek jellemzik a széles úton járókat. A test kívánságait véghez ne vigyétek. A halálba vezet. Egyszerűen a halálba vezet. Millió számra tudnám a példákat, élő példákat mondani nektek erről. Azt mondja, hogy a testi, világi dolgok kívánsága elfújtja az igét. Ezt mondja például Márk. És így gyümölcstelenné válnak. Nézzük csak meg. Márk 4.19. De a világi gondok és a gazdagság, családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfújtják az igét, és gyümölcstelenné lesz. A gyümölcstelen fügefát nem megátkozta annak idején Jézus. És mire visszafele mentek Jeruzsálemből Jézus és a csapata, a fa ki volt száradva. Megátkozta Jézus, hogy gyümölcs rajtad soha ne teremjen. Mivel nem volt rajta gyümölcs, de szépen leveles, zöld fa volt, de gyümölcsöt nem termett. Hát akkor ezért ne is legyél itt a földben. Száradj ki! Semmi keresni valód nincs a világon, mert nem hozol hasznot az emberek számára. Nem segíted az én teremtett világomat. Semmi közöm nincs hozzád. Száradj ki! Nos, így vannak a mai hívők is. Aki nem hoz hasznot az Úrnak, és ez a haszon, ez a gondolat, ahogy most én kifejeztem, nagyon sokrétű. Elsősorban a legnagyobb haszon az Úrnak az, ha te megtartod magad a bűntől, mindvégig tisztán megmaradsz az Úrban, és bemész az Úr királyságába az utolsó pillanatban, amikor menned kell. Ez az első legnagyobb haszon, amit hoztál az Úrnak. A második, lelkeket menteni a keskeny út halálos veszedelméből, az élet útjára vezetni őket. Hány lelket mentettünk meg eddigi életünkben, szolgálatunkban? És vajon megy-e folyamatosan valamilyen szinten a lelket megmentése? Nos, ezzel hozol még egy nagyon nagy hasznot az Úrnak. És ne sorolhatnék még többet, de van egy harmadik, ez az anyagi haszon. Az anyagi haszon abból áll, az Úrnak szóló haszonról beszélek még mindig, félre ne értelmezze senki a szavaimat. Tehát ez abból áll, hogy részt venni Isten országának a földön való életében és munkálkodásában, munkájában. És ez azt jelenti, hogy aktívan, amennyire tudsz, vegyél részt az Úrnak ebben a munkájának az ebben való részében is. Tehát anyagilag is részt kell vállalnom. És nem azt mondja az írás, több ige helyet olvashatnék fel erről, nem azt mondja, hogy ha kevés jövedelmed van, hogy neked se elég, annyira kevés, akkor ez rád nem vonatkozik. Igenis, ugyanúgy vonatkozik rád is, mint a gazdagokra, akiknek nagyon sok a feleslegük. Mindenkire vonatkozik, mert így rendelte el az Úr. És vannak, akik úgy állnak hozzá, ők így úgy meg, őket se segítse senki, ő se segít senki, és nem gondolják fel, hogy az Úr munkájáról van szó. Ha például egy pásztor, csak feltételezem,
illetve csak példát mondok. Csak úgy tud szolgálni és megtartani az ő feladatát, elhívását, pozícióját, hogyha az Úr gondoskodik róla, de nincs olyan helyzetben, hogy ez megtörténjen, akkor micsoda beszéd ez, ha valaki kivételezik, és megkeményíti a szívét, de a száját tartja az eledelét. Étről étre, ha kell napról napra. Gondolkodhatok ezen. De ha nem jól értelmezitek, a ti bajotok. Én csak a ti boldogulásotokért mondok el mindent, amit elmondok. Olyan boldogulásról beszélek, ami bevisz titeket Isten királyságába. Ami majd az ítélet napján nem hagy maga után kivetni valót, támadni valót, vagy elmarasztalni valót az úttól. Amikor megállunk előtte, lásson bennünket tökéleteseknek. Nos, hát ezek azok a csodálatos gyümölcsök, amelyek az Urat megelégíthetik, megörvendeztethetik, és épül az ő a földön az ő országa, az ő királysága. Tehát ez egy földi, anyagi világ. Itt nem úgy jönnek az anyagiak például, hogy kitátjuk a szánkat, mert mi szellemi emberek vagyunk, és majd az Úr gondoskodik egy halról, aki bele fog csúszni, és a szájában lesz egy státer. Amit kiveszek, az kifizetek mindent, rezsit, falbérletet, vagy bankot, vagy mit tudom én, mindenkinek vannak kötelezettségei. Ez nem így működik, testvérem. Nem fog a szádba repülni ilyen megoldással. A mennyben csodákon keresztül fogsz menni, járni, tenni mindent, de itt még nem. Bár történnek csodák, ha az Úr akarja. Nos, testvérem, gondoljátok el az utaitokat. Aki a keskeny utat megtalálja, nagyon-nagyon kell résen lenni, és nagy felelősséggel lennünk, magamnak is mondom, afelől, hogy meg is maradjunk a keskeny úton. Ezek mind ránk tartozó dolgokat kívánnak, megtenni valókat kívánnak tőlünk. Először is, hogy cselekedjünk minden dolgunkat az ige alapján, és minden dolgunk szeretetben menjenek végbe. És még sorolhatnánk, és Isten a magáét, az ő hatalmas erejét, kenetét, bölcsességét, tudományt, mindent, amire szükségünk van, hogy el ne tévedjünk, hozzá fog rakni. De csak úgy, ahogy elmondtam, testvérem, minden józan keresztény szolgálja az Úrnak. Ugyanezt kell, hogy elmondja. Tehát én nem fedeztem fel ezzel a spanyol viaszt, mert mindenki ezt el kell, hogy mondja, ha őszinte. Ha őszinte is nyílt, és valóban az emberekért szolgál, akik az ő vezetése alá vannak helyezve, akkor elmondja ugyan ezeket. A végére értünk. Tehát nagyon kevesek azok, akik igazolhatják a jófa példáját. A jófák is voltak, nagyon sok jófába újra fészket rakott valami féreg, és elkezdte rágni a fát, és egyszer csak a fa elkorhadt és kidőlt. Fűrész, meg balta érintése nélkül is. Igen, testvérem, így van a hívő életben is. Ha nem gondozzuk az életünket, ha nem járunk Krisztusban úgy, ahogy kell. Nem vállaljuk fel úgy, ahogy kell a dolgokat, amik elénk jönnek naponként, kikerülgetjük, mert mindig a könnyű végét keressük, és akarjuk megfogni a tehernek, meg a keresztnek, amit felvettünk magunkra, akkor ennek nem lesz jó vége.
100%-ig biztos, hogy nem lesz jó vége. A Biblia arra is rámutat, hogy aki a kívánságok szerint él, nem az Úr követése alapján igazán, az nem fog bemenni Isten királyságába. Hiába megtért. Jól gondoljuk meg. Elsősorban magamnak mondom mindig is. Jól gondoljuk meg. És aki még nincs megtérve ezen a világon, jól gondolja meg a megtérést is. Engedje az igazságot mélyre a szívében, hogy az elméjével át tudja látni, érezni a megváltás titkait, lényegét, erejét, és egyszerűen berobbanjon a szívébe a Krisztus iránti vágy és szeretet. Ez lehetséges. Igen, nagyon is lehetséges. De ezért tenni kell, testvérem. Ezért tenni kell. Nos, még egy ige. A hívők csak akkor hihetik, hogy az Atya akaratát cselekszik, ha az ige teljes cselekvésével élnek, cselekvése alapján élnek, az a vezérfonaluk, az a vezetőik, amit az ige mond, abban gondolkodnak, elismerik örömmel, és csinálják örömmel. Egyébként, ha nem így cselekednek, hanem bármilyen, talán még olyan ártatlannak tűnő kívánságot is akarnak beengedni, vagy éppen kergetik azt a kívánságot, akkor sem egyezik velük az Atya. És egyértelmű, hogy nem az Atya akaratát cselekszi, hanem az ördög Atya akaratát, ahogy a János evangélium a 8. rész 44. verse mondja. Tehát ezek az ördög Atya akarata és vezetése alatt vannak. Nem a mi Atyánk vezetése, az Isten vezetése alatt. Tévedés, testvérek! Azt mondod, vagy azt mondjuk magunkról, hogy mi Krisztus követői vagyunk, közben a világ akaratát cselekszük. Vágyakat, különféle világi érzelmeket kergetünk, követünk. Nem, testvérem. A hit útján nem fér meg a világ. Egyedül csak az Isten királysága fér arra a keskeny útra. És ezen a keskeny úton kell nekünk haladni. Hát végezetül kívánom, hogy értsük meg ezt a néhány gondolatot, még jobban, mint eddig, és ne áltassuk magunkat azzal, hogy minden rendben van, amennyiben észreveszi valaki köztünk, hogy nincs rendben valami, ne áltassuk magunkat. Nekünk kell a megoldásokat megszerezni, hogy minden rendben legyen. De ezeket a megoldásokat Isten elég tárta Krisztusban. Vegyük el, ennyi az egész. És menjünk be azon a csodálatos kapu. Ragyog az a kapu. A széles út kapuja pedig sötét, és bűzt áraszt. Az ego, az önzés bűzét árasztja, testvére. Menj be a keskeny útra, azon a csodálatos kapu. És maradj is meg azon. Így áldjon meg benneteket az Úr. És segítsen mindnyájunkat, hogy megfelelően tudjunk dolgozni saját értekünkben ezeken a dolgokon, hogy ezekben a dolgokban előre haladjunk, hogy amire jön az Úr, azt mondhassa nekünk. Jól van, jó és hű szolgál. Kevesen voltál hűséges eddig, de sokra bízlak ezután. És kinyit előttünk egy ajtót, és azt mondja, menj be, Atya!
Igen. És te bemész az Urad örömébe. Annak az Úrnak az örömébe, akit szolgáltál. Akiért mindent kárba veszni hagytál. És kárnak és szemétnek ítéltél mindent, ami nem egyezik Krisztus szavával. Menj be az